Múzeumunknak csak nem 40-50 körüli műalkotása van Vaszary Jánostól, szinte a művésznek minden korszakából. Ezeknek jó része grafika, de vannak festményeink is, sőt iparművészeti tárgyaink is vannak. És az a mű, ami előtt most állunk, az ő munkásságának az utolsó periódusában készült, a 20-as évek második felében, 1928-ban. Ez Vaszary utolsó nagy festői felvirágzása, a művészettörténészek általában fehér alapos korszakként emlegetik. A jelentősége korszaknak az, hogy több mint 10 éves bezárkózás után Vaszary ebben az időben, a 20-as évek közepén jutott újra ki a számára oly fontos inspirációkat nyújtó nyugati világba, újra utazhatott, kiment Párizsba, rengeteget utazott a francia rivérán, Olaszországban is, és ebben a korszakban kifejezetten a modern élet új nagy témái foglalkoztatták. Ezek között fontos szerepet kaptak a városi képek, a strandképek, illetve az is, amihez a mi Kertben című munkán kapcsolódik, olyan tájképek, amiben a természet vegetációja dolgozik. Ezeket a természet vízióit, ezeket elsősorban Tatán készítette, hiszen a kornak az egyik híres építésze, Torockai Wigand Dede, Tatán tervezett számára egy gyönyörű, szép kis szecessziós nyaralót. A művész itt tartózkodott, lényegében tavasz végétől egészen őszig. Vaszary mindig nagyon könnyen adaptálódott, mindig, hiszen egy olyan korban élt, amikor őrületes volt a változás a festészetben, elkezdődött az egész a historizmussal, szecesszióval, és végén a modern, szinte kortárs művészetet érinti az utolsó időszak. Tehát egy olyan festői nyelvet valósított meg ezeken a képein, ahol fehér színű festői alapra festett, a felrakott színek átragyognak, az a színeken átjön a fehér színű festő alap, és az olajfestéket is úgy használja, hogy nagyon sok higító anyagot, festőszert kever hozzá, úgyhogy képes vele rendkívül vékony rétegekben is, de ha kell, akkor vastagabb rétegekben is megoldani egy-egy kompozíciót. A mű hír hihetetlen friss és üde pillanatot rögzít, szinte érezzük a pillanatnak a hevét, a spontán gesztusok uralják az egész kompozíciót. Sokszor kihagyja például, ez is egy érdekes dolog, hogy a vászon felülete üres marad, van, ahol összesűrűsödnek a vonalak, van, ahol kitágul a dolog. A képnek az alsó harmadában látjuk a tatai háznak a vendégeit. A házból semmit nem látunk, ugye, az nem fontos Vaszary számára, hanem az a felfelé áradó energia, ami a képnek a közepétől kezdve a park a fáiban megnyilatkozik. Azok a ritmusok, az ágak hajlása, a fatörzsek ringadozása, a leveleknek a lefelé hulló mozgása egy olyan hatást, inspirációt jelez a képen, ami Vaszary számára nagyon fontos volt, a távol-keleti művészetet. Ő a 10-es évektől kezdve tanulmányozza már a japán kaligráfiákat, a tusrajzokat, és számos olyan műve van, 10-es évektől kezdve egyébként, amikben ezeknek a spontán pillanatot rögzítő kalligráfiáknak a hatása megjelenik. Itt is a fák törzsének a ritmusaiban azt a hatalmas nagy vegetatív erőt érzékeljük, amelyik az egész természetet összefogja. És hát Vaszarynak az a szándéka ezzel, hogy a tájképet nem egy illusztratív, verbális tényezőkre lefordítható képé, hanem egy spontán pillanatnyi élményi vonalak, foltok, ritmusok játékává avassa. Ezzel ő a modern művészetnek az igazi mesterévé vált a 20-as évek folyamán. Számos olyan növendéke volt, akiknek a tanítása során arról beszélt, hogy akkor, amikor kompozícióban gondolkodnak, akkor ne sztorit, ne történetet fessenek,
ütemek, hanem színkompozíciókban, ritmusokban, vonalaknak az egymásra feszülésében, nyugalom, feszültség teremtésben gondolkodjanak a kép megalkotása során, és ezt a fajta modern nyelvet közvetíti ő maga is a tanítványainak, illetve a tanítványi a későbbiek során a modern magyar művészet, a kortárs művészet megalkotásában ezt a fajta gondolatot viszik tovább.